A 60-as évektől kezdve indult ez a vállalkozás, édesapám indította, Dömös Károly volt, mint maszek, és kerítésgyártással foglalkoztak elsősorban a 60-as években. A faluban sok ez a fonodrótos kerítést csinálták, és motorszerelés. Nem autó, csak motor. Aztán a motorszerelés, hogy leépült, maradtak a lakatos munkák, és a 70-es évek elejétől jött ez a lehetőség, ez a csőelzáró gyártás, ez egy pécsi vállalkozónak a szabadalma volt, és édesapámnak sikerült a gyártásba belekapcsolódni, és mai napig is gyártjuk ezeket a termékeket. Most már úgy vagyunk, hogy egyedül az országban. A 70-es évektől a véletlen hozta, hogy a központi fűtés rendszerek épültek itt a faluba, de nagyon nehéz volt kazánt venni, nagyon kevés volt a piacon, és akkor édesapám kitalálta, hogy tudunk ilyen mi is csinálni, és lemásoltunk egy totya kazánt, ami olyan jó sikerült, hogy utána elkezdtük gyártani. Autók akkor jelentek meg, már kis teherautók, zsukkok. De az első autónkat mi úgy tudtuk megvenni, amivel tudjuk szállítani az anyagot és a kazánt, hogy a Hosszúetényi Vadásztársaság nevére vettük, mert mint maszek nem vehettünk ilyen jellegű autót. Ezért a Hetényi Vadásztársaság nevén futott, de mi használtuk. Így vettünk egy arról nevezettű járgányt, amivel nagyon sok baj volt, és utána jöttek a zsukkok, két zsukkunk is volt, ami már ugye a köztudatban még mindig benne van, jó kis teherautók voltak, sok bajjal, de nagyon jó működtek. Vállalkozás formája, ugye kisiparosok voltunk, édesapámmal és a bátyám csinálta a kazánt, és 79-től én vettem át édesapám helyét, mert ő elment nyugdíjba, és egészségi állapota se engedte. Egyik napról a másikra odaadta nekem a műhelykocsot, és innétről te viszed ezt a részét. A bátyámmal közös volt, vagyis őnek is külön iparengedélye volt, meg nekem is, de ugyanazt dolgoztuk, tehát a kazánokat gyártottuk. A hajlítógépünknek ez egy érdekes története van, mert azt újonnan sikerült beszereznünk. Azokban az években nagyon jól is működött, mert a kazánt azt négyes lemezből gyártottuk. Tehát a 2000-es évekig négyes lemezből gyártottuk a kazánokat, de onnét átálltunk egy stab, hogy jobbak legyenek a kazánok minőségileg, ötös lemezre, és ezt már nem igazán tudja ez a hajlítógép lehajlítani, ezért egy részét ma is bérhajlításban egy másik cégnél végezzük. A hegesztést régen bányától kapott nagy trafokkal végeztük. Ezek az volt a probléma, hogy elég sok áramot fogyasztottak, nagyon jól működtek és trapabírók voltak. Még ma is van, egyet eltettünk emlékbe, de szintén a 2000-es évektől megjelentek az inverteres hegesztők, ami méretbe tizedére csökkentette, áramfogyasztásra is lényegesen energiatakarékosabbak. Minden kazánt mi vízzel nyomatjuk meg, és érdekes módon nagyon-nagyon kis hibákat is észre lehet venni. Ez nekünk azért jó, és azért csináljuk végig, hogy ne legyen utána minőségi problémánk. A másik termékünk a csőelzáró szerkezet, aminek egy alumínium öntvény az alapja, és az egy speciális gumigyűrű társul, ami lezárja a csöveket. Ezeknek az alumíniumokat régen úgy gyártattuk, öntettük le, de nagyon sok gondunk volt az öntvényekkel, a határidőkkel, ezért úgy döntöttük, hogy ezt a szakmába is belekóstolunk, és megpróbáljuk az alumínium öntészetet is elsajátítani. Saját magunk öntjük le ezeket az öntvényeket. Nyugdíjas éveimben több időt szeretnék szentelni a hobbiaimra, ami van csőstől. Kézilabda, pingpong, borászat, motorozás, főleg az elsősorban borászatban többet szeretnék ott lenni.